Szeretném előterjeszteni, hogy a dr. Pápai Ákos képviselő úr által beterjesztett napirendet, ugye ez a harmadik napirend, a képviselőtestület ne tárgyalja és vegyük le ezt a napirendek közül. Mincér Gábor alpolgármester felszólalásával kezdődött a szerdai rendkívüli ülés, ám a képviselők mégis napirenden tartották a témát. Az alpolgármester elmondta egyébként, hogy nagy valószínűséggel nem állna meg egy bíróság előtt a károkozás, no pláne a súlyos károkozás ténye, melyet a dr. Pápai Ákos féle 8 pontban taglaló anyag felsorakoztat a polgármesteri döntések törvényességét illetően. Hozzátette, az előző közgyűlésen dr. Pápai még meg is fenyegette a képviselőket, hogyha nem szavazzák meg, a polgármester cinkosai lesznek. Az EVAD ZRT 2020. évi konszolidált beszámolójának elfogadásával folytatódott a találkozó, tulajdonképpen ez lett volna az egész szerdai nap lényege, mivel előző alkalommal nem kapott többséget a mérleg a szavazás során. Kovács Cseh Tamás fideszes képviselő ezzel kapcsolatban kérte, hogy augusztusban hallgassák meg a cégek vezetőit a társaságok állapotáról, hogy képet kapjanak, hogyan teljesített egy-egy cégvezető a válság alatt. Mirkóczky Ádám polgármester elmondta, az augusztus 26-ai ülésen minden cégvezető számot fogadni erről. Végül elfogadta a közgyűlés az EVAD ZRT tavalyi évre vonatkozó beszámolóját. A második napirendi ponthoz tartozó beadvány csokrot végül csomagban fogadta el a grémium. Itt Földvári Győző frakcióvezető előterjesztésében hallgathatták meg a képviselők, hogy 6 millió forintból szeretne a város óvodai csoportokat klimatizálni, bölcsödékbe pedig árnyékolókat vásárolni idén. Ide tartozott még az Arany János úti óvoda balesetveszélyessé vált közösségi színjének felújítása, ahol szülők kérték a képviselők segítségét, valamint a Bornemisza-Suli kollégiumának melegítőkonyhája sincs túl jó állapotban egy tavalyi beázás miatt, ami a tetőszigetelést illeti, ennek javítása 4 millió forintba kerül. A közgyűlés egyhangulag és egyszerre fogadta el mindhárom javaslatot. A harmadik napirendi pontként ismét visszatértek a képviselők a dr. Pápai féle Magyar Önkormányzati Törvény 70. szakasz szerinti előterjesztéshez, ahol maga az anyag beterjesztője is nehezményezte, hogy ilyen hosszan van napirenden a javaslata. Nekem sem ezzel kellene foglalkoznom. Farkas Attila alpolgármester dr. Pápai Ákoshoz intézett kérdést. Amennyiben megalapozottnak látja, a polgármesteri törvénysértést tette feljelentést az ügybe. Dr. Pápai elmondta, a beadvánnyal az a célja, hogy megmutassa, ez a város most nem működik szerinte. Kovács Cseh Tamás ezzel kapcsolatban felszólalásában kifejtette, ez az előterjesztés arról szól, hogy a város első embere törvénysértést követette el. Ezzel nem feladatuk foglalkozni, viszont ha már felmerül ez a kérdés, akkor az egy veszélyes folyamat. Mirkóczky Zita ezt követően módosító indítvánnyal élt dr. Pápai Ákos anyagához, hogy ne a bíróság, hanem a kormányhivatal vizsgálja újra a vitatott 8 polgármesteri döntés törvényességét. Oraján Sándor fideszes frakcióvezető úgy vélte, a gyanú erős, szerinte megáll a törvénysértés ténye, mégis a továbblépést szorgalmazta. A város érdeke micsoda? Az, hogy védjük a polgármesteri széknek a méltóságát. Ha egy polgármester törvénysértést követel, akkor az igazságszolgáltatáshoz kell fordulni. Védenünk kell annak a széknek ott a méltóságát, attól függetlenül, hogy ki a személy, aki benne ül. A másik városi érdek ebben a kérdésben az, hogy lehetőleg lendüljünk most már ezentúl. Érthető mindenki számára, hogy a módosító indítvány az eredeti előterjesztést annyiban változtatta meg, hogy bíróság helyett a kormányhivatalhoz fordul a képviselőtestület ezen 8 pontban. Ezt követően végül a közgyűlés elfogadta Mirkóczky Zita módosító beadványát, és így a kormányhivatal fogja vizsgálni ismét a 8 pont törvényességét annak ellenére, hogy már korábban is megtette.